mennyire engedhetitek el magatokat mondjuk egy versenyszezonban, azt elárulja nekünk Kis Károly sporttáplálkozási szakértő. Jó reggelt kívánunk! Felolvasom, hogy milyen hír látott napvilágot Michael Phelps-szel kapcsolatban. Azt mondták, hogy ő 12 ezer kalóriát fogyaszt egy nap, csak így összehasonlításképpen a reggelije az áll egy 3 tojásból álló rántottás szendvicsből, egy tál kukoricakása, egy 5 tojásos omlett, 3 szelet édesbundás kenyér porcukorral, 3 csokis palacsinta, majonéz, sajt, zöldségek és kávé. Hát fél kiló tészta ez már az ebéd, 2 nagy sonkássajtos szendvics majonézzel és fehér kenyérrel, ez körülbelül 1000 kalória, és még plusz ehhez 1000 kalóriányi energiaital, ami hát így a koffein mennyiségét tekintve is egy ilyen komoly dózis, és hát a vacsorát sem akarom elmondani, tehát pizzától kezdve mindenféle dolgok vannak, tehát ez kicsit soknak tűnik, meg ami engem meglep ebben, hogy én azt gondolnám, hogy egy ilyen sportolónak csak ilyen egészséges ételek, és ehhez képest kenyér hátán, meg pizza, meg ilyenek szerepelnek ebben a listában. Ez kamu lehet, vagy ez én valódi? Én mindenképpen úgy gondolom, hogy ez egy kacsa, ez egy bulvárhír inkább. Jól hangzik. Mert igen, mert mind az alapanyagok összetételében, mint a kalóriamennyiségben, mint a koffein, taurin bevitelbe, ez mind-mind egészségtelen dózis, akár még közelhalálos dózis is, főleg a koffein részében. Tehát ezt mindenképpen elképzelhetetlennek képzelem. Ehhez képest mondjuk például a lányok étrendje, az miből áll? Hány kalória körülbelül? Hát én a Katiról egy picit konkrétabban tudok nyilatkozni. A Kati versenyidőszakban olyan 3-3500 kalóriát fogyaszt, ami ehhez képest, a 12 000-hez képest köszönő viszonyban sincs, mivel hogyha valaki ennyi kalóriát fogyasztana, az mindenképpen meglátszana a testösszetételén, mivel ennyit nem lehet elégetni, tehát nincs az edzés munka, egy nap 24 órából áll, tehát jó, képtelenség. Jó, de Michael Phelps egy UFO, tehát ezt mindenki tudjuk róla, hogy őt az űrlények bocsátották ide. Tehát ez mindenképpen elképzelhetetlen. Én azt gondolom, hogy a nehéz fizikai sportokba, tehát ilyen judo, súlyemelés, ilyesmibe sem fogyasztanak ennyit, egy 120-130 kilós sportolónál is irreális lenne. Tehát Phelps egy szerintem 190 centén, 80 kiló körül, 90 körül lehet, tehát biztos, hogy ez nem igaz. Hogy ez nem igaz, oké. Okay. Mennyire kell, tényleg, tehát nagyon oda kell figyelnetek mondjuk egy versenyfelkészülési időszakban, hogy mit esztek? Tehát, hogy olyan nincs, hogy becsúszik egy csokis fagyi mondjuk ebéd után? Hát szerintem szerencsés sportolók közé tartozunk, mert annyira nem kell odafigyelni, nem vonjuk meg magunktól az élvezeteket, legalábbis én biztosan sem, de ahogy tudom, a Kriszta sem. Én annak a híve vagyok, hogy amit megkíván az ember, azt el kell, hogy fogyassza, tulajdonképpen a nagyon mérték... Nagyon sokan vagyunk ennek a hívét, igen, de a lényeg igen. Szerintem a mértéken van, hogy tényleg az ember mértékletes legyen, és ne borzasztó nagy mennyiségeket vigyen magába, hanem annyit, amennyi elég, és nem amennyit, amit éppen akkor kíván. És mondjuk két komoly felkészülési időszak között meg így elhagyhatjátok magatokat nyugodtan? Tehát ott úgy szabad a habzsi, dőzsi? Nekem nincs különbség. Szóval én amikor felkészül, jó, lehet, hogy többet kíván az ember, amikor többet edz, és akkor többet is eszek, de én nem teszek különbséget. Szóval én mindig azt teszek, amit úgymond szeretnék. És amit a Kati is mondott, hogy a mértékletesség, szóval nem csak csokoládét, de azért csokit is eszek, akkor szóval azért szerintem mindenki tudja, hogy mennyi szénhidrátot, proteint kell a szervezetébe juttasson, és milyen arányban. Uh-huh. Azt, hogyha az arányokat megtartjuk, én ezt szoktam mondani mindenki a klienseimnek is, hogyha az arányokat megtartják, akkor abban nem lehet gond. Mennyit tesz hozzá egy ilyen sportoló teljesítményéhez az, hogyha jól táplálkozik? Én úgy gondolom, hogy a mai modern élsportban az edzés módszerek már nagyjából kiaknázottak, főleg ezt a magyar vonatkozásban tudom elmondani, és a sporttáplálkozás, ez a pici nüansz, egyik olyan nüansz lehet, amit hozzá tud tenni egy sportoló a sikereihez. Úgy gondolom, hogy hála Istennek az utóbbi egy-két évben ezt kezdik felismerni Magyarországon, és nem csak a közvetlen olimpikonok és élsportolók kezdik ezt magukévá tenni, hanem az utánpótláskorban is, és a szülők is elkezdenek
figyelni arra, hogy, hogy fiatal korban egy életmódot tanítsanak a gyerekeknek, függetlenül attól, hogy ilyen szép sikereket fognak elérni, vagy csak egy egészséges felnőttek lesznek, de nagyon lényeges, hogy ezt felismerik a szülők is. A sportvezetés kezdi felismerni, az élversenyzők már tudják, és hát ez a cél nekem is, és a sportvitalitásnak is, hogy edukáljuk mindenképpen a fiatalokat és a szülőket e felé. Nagyon jó. Hát mindannyiunkra ráférne, hogy valaki így összeállítsa a mi napi étrendünket, a mi napi igénybevét, mert én ülő munkát végzek, ugye most is, tehát nyilván nekem a 3000 kalória az kicsit sok lenne, de minden esetre azért tényleg fontos, hogy erre odafigyeljünk gyakorlati szinten is. Köszönjük szépen az információkat, és a reggeli napi doktor.hu weboldalon visszanézhetik a beszélgetést. Köszönjük szépen!